start. Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár TV ilyen kibeszélő sportos magazinja. Csapjunk is a lecsóból, hogy gyorsan bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Somos Zoltán, először a műsor történetében Cserpa Bózs András polgármester, és hát tulajdonképpen az oszlopunk, a műsor oszlopos tagja, Horog László. Nincs műsoridő, felsoroljam a titulusaidat, úgyhogy nem teszem meg. Kergjél bele, aztán majd sietünk, majd kapkodunk a végén. Vagy időben leállítasz. Hát tényleg csapjunk a közepébe, mert ugye van témánk, én azt gondolom, válogatott kapcsán is, van témánk a vidék kapcsán is, meg nyilván majd kitekintünk egy picit a nagyvilágba, hiszen a héten Bajnokok Ligája fordulót is rendeznek. Európa Ligáról is beszéltünk majd egy kicsit, csak a Fradiról azért nem, mert tudom, hogy András erre külön készült, én mondjuk az adás, vagy a műsoradásba kerül, akkor a Fradi éppen túl lesz az első fél időn a Celtic ellen. De kezdjük akkor... De legalább nem az a Zalaegerszeggel játszatok. Rossz fölő próba, jó előadás, szokták mondani. De mezőnyfőlény ott is megvolt. És hogyha gólok nélkül értékeljük a találkozót... Most esetleg, hogy miért nem akar a Fradiról beszélni. Tényleg! Hosszú idő után először most mi mosolyogottunk. Kicsit visszatekintünk a Fradi Kisvárdára is, a második fordulóból. Hát ugye egyiket, ha már így van, ugye érdekes, mert ugye azért a Vidit szeretik szétszedni mostanában, akár a szakírók, akár a szurkolók, kommentelők. De hát most ugye úgy áll a Vidi, hogy az egyetlen csapat, amelyik csak egyszer szenvedett vereséget ebben a bajnokságban. Negyedik, vagy négy pontra van ugye a Fraditól, ötre a listavezető Kisvárdától, de hát ugye öt pontra van a kieső helyen álló, most éppen azt hiszem a Gyirmót az, amelyik még kieső helyen áll, 11-9-es gólarány, tehát nem rúg sok gólt a Vidi, azért jó hétvégén legyőzte a Honvédot. Tehát csinálunk még egy X-et, és azt a jövő heti adásban arról beszélünk, milyen jó szezonunk van. Hát azért öt döntetlenje van a Vidinek. Eddig azért ebben a tekintetben nem egy fáklyás mellett ez a szezon. Hát ma annyiszor mondtuk itt az adásban is, hogy el kell kezdeni nyerni, és tényleg ez a döntetlen halmozás, ez mondjuk a Premier League-ben egy jó eredménysor lenne, de nyilván azért a magyar mezőnyben nem annyira. Szerintem most tényleg legalább adjuk meg, hogy meg lehet a győzelem látvány. Elég látványos meccs volt olyan értelemben, hogy egy kicsit így a régi idők fociát idézte a végén, gyakorlatilag átrohantak a középpályán, és egy zicser itt, egy zicser ott. Hát az nagyon komoly kritika egyébként, ahogy ezeket kihasználja a Vidi, és nem tudom, hogy Szabics Imre ilyen fiatalon az ősz hajszálakkal hogy áll, de amikor tényleg azt látja az ember, hogy negyedszer viszi rá mondjuk négy támadó, három védőre, addig gurigázzák, amíg aztán utána tényleg ilyen egészen abszurd megoldás születik. De legalább meg lett a győzelem. Én végig úgy néztem ezt a meccset, főleg amikor ott Zivzivadze két méterről nem is kapura rúgta, hanem kapuval párhuzamosan kirúgta a stadionból a labdát, hogy hát ez a foci törvényszerűség lesz, hogy a végén majd becsorog egy a másik oldalon, és akkor aztán Szabics tényleg azt mondja, hogy na most ilyenkor mit tehet egy edző? Tehát mit lehet csinálni, amikor a csatáraink két méterről nem találják el az üres kaput? Végre nyertünk. Szerintem nagyon élvezetes, a szurkolói szempontból kifejezetten élvezetes mérkőzés volt. Nekem is a végén ott volt a félelem, hogy meg fogja bosszulni magát ez a sok kihagyott helyzet. És nagyon furcsa, amikor egy csatár lő egy gyönyörű gólt, mert szerintem az egy fantasztikus csatár teljesítmény volt az a visszafordulás, és utána hosszúba föltökerve az a labda, az gyönyörű volt. Majd annál egy sokkal, de sokkal könnyebb szituációban, ahol szerintem a bikázás kivételében minden más gólt eredményezett volna. Marad egy nagyon-nagyon szoros meccs az utolsó pillanatig, ahol már nem tudom, 120 perces volt a hosszabbítás, legalábbis az ember ezt úgy élte meg. A VAR szerepét sem nagyon értem, hogy ha percekig nézegetnek egy les helyzetet, amiből szerintem világosan kiderül, hogy les, akkor olyan a végén miért nem les. És ha pedig így van, akkor miért nem hagyjuk a bírókat dolgozni a pályán. De szerintem egy jó hangulatú mérkőzés volt, el kell kezdeni győzni, hát most sikerült.
szerintem a végén nagyon fontos volt, lehetett látni, hogy a csapat együtt maradt, összevelkeztek, és ott valaki egymásnak, és utána öltözőben volt még egy ilyen, azt a néhány gondolatot szerintem elmondta, ami most fontos volt. Meglátjuk, most Újpesten nyilvánvalóan nyerni kell, és akkor el kell kezdeni fölzárkozni. Szerintem ez nem változtat azonban jelenleg azon, hogy a Fradi előttünk jár. Valahol mi szerintem az Európa Liga csoportkör után egy kis pályát tévesztettünk, ezt én kívülről nem tudom megítélni, hogy milyen hibák voltak, csak szerintem ez látszik. Most talán elindult valami, végre van egy a klubhoz, városhoz kötődő szakmai vezetője a klubnak, szerintem ez fontos, látszik, hogy ő azért a szurkolókkal is sokkal inkább és gyorsabban megtalálta a közös hangot, és hogyha el tudunk kezdeni, és még a téli időszakot is ide gondolva meghatározó játékosokat igazolni, akkor azért ebbe a keretbe új játékosokkal együtt biztos, hogy több van, de a 2-3 éves lejtmenetet, vagy rosszabb szériát nem lehet egyik hétről a másikra behozni. Meglátjuk, hogy az év végén ez mire lesz. Elég mindenképpen oda kéne érni a nemzetközi kupa szerepléshez, ez nem is lehet kérdés, hiszen az is egyértelműen kiderült ezen a nyáron, hogy az a magyar csapat tud meghatározó nemzetközi szinten is jegyzett labdarúgókat igazolni, akkor nem csak ezt ki tudja fizetni, ebből legalább két csapat azért most már van az első osztályban, hanem ide is jön. És ide pedig nem a magyar bajnokságért fog senki érkezni, hanem a nemzetközi kupa szereplésért. Ebben is előrébb tud járni most a Ferencváros, minőségi külföldi játékosokat tud igazolni, ami önmagában a nemzetközi szereplés okán van így. Jó, hát csak ugye említetted te is, hogy majd télen akkor kell igazolni, ugye szerintem itt a szurkolók most évek óta azt várják, hogy vagy télen, vagy nyáron igazoljon olyan játékosokat a Vidi, amelyikkel utána egy oda kerül a nemzetközi kupaporondra, ebben azért alapvetően nincs hiba, mert vagy a kupából, vagy a rendre azért a bajnoki dobogó az megvan, tehát odaér a csapat, csak utána ott nem tud. Igen, bár azért a tavalyi szezon nem olyan volt, mint a mostani kupa szezon, ez szerintem magyarázhatatlan volt, de a tavalyi az nem, ott egy fél idő múlott az Európa Liga csoportkör, és az első fél időben ott még jobbak is voltunk, a másodikban szerintem kijött a különbség sajnos nem a mi javunkra, tehát nem sikerült, de az a félidő máshogy alakul, akkor Európa Liga csoportkör van tavaly, és egészen máshogy beszélünk egyébként ugyanarról a szezonról. De az biztos, hogy jelenleg nem érzékelhető egy magyar bajnoki mérkőzésen sem az a különbség a Vidi és más csapatok között, aminek egyébként az anyagi lehetőségeket, a környezet adta lehetőségek okán látszódnia kellene. Hát, ilyen erős a magyar bajnokság. Nem tudom, én azért szoktam mondjuk jégkorongban mérges lenni, amikor az év egy vagy két magyar csapattal játszott mérkőzését nem tudja a hoki magabiztosan nyerni, sőt időnként még ki is kapunk. Nevezzük azt éppen kupadöntőnek, vagy valami éppen a lebonyolításból fakadó másik dolognak, mert meg kéne érteni ennek a csapatnak, hogy itt az évente egyszer-kétszer ott be kell tudni bizonyítani, hogy miért akkora a költségvetés, miért akkora a minőségi különbség, miért itt játszanak a magyar válogatott játékosok, és miért játszunk mi egy nemzetközi ligában. Nem elég a nemzetközi ligában jól szerepelni, évente azt az egy-két mérkőzést, azt be kell simán húzni a magyar csapatok ellen, és be kell bizonyítani, hogy miért vagyunk sokkal jobbak, és miért vagyunk máshol jegyzett csapatok. Ha ezt sorozatban nem tudjuk, akkor az a baj, hogy a hitelessége múlik el annak, hogy miért indulunk mi ott egy nemzetközi ligába. És ez az többi sportágnál is igaz, van, ahol ma nem látszik ez a különbség, például a kosárlabdánál nem csak a pályán nem látszik, hanem bizony a klub anyagi költségvetési helyzete sem jobb, mint a magyar klubok zöméjé. Ezt is őszintén el kell szerintem mondani, és ez bizony látszik a pályán is. Beszélgetünk majd kosárlabdáról, meg jégkorongról is. Ugye beszélgessünk egy picit a válogatott kapcsán kitekint a nagyvilágba. Ugye most tegnap megjelent a hír, hogy a Wembley-t bezárták két meccsre, ebből egy felfüggesztve. Egy olyan botrányos Európa-bajnoki döntő kapcsán, ami ugye ott lezajlott, ezzel szemben nekünk néhány hülye miatt, meg ugye lendületből kiosztottak két meccset, egyiket sem felfüggesztve, mint az angoloknál, és akkor beszéltünk még ennek kapcsán más dolgokról is majd. Ehhez mit szóltok? Csak annyit, hogy szögezzük le, de azért nem kell bedobálni a pályára semmit. Nem. Hogy ugyanis nem dobálunk be, akkor nincs büntetés. Tehát a büntetés akkor van, hogyha elkövettünk valamit, amiért büntetés jár. És utána akkor egyébként beszélhetünk arról, hogy van-e kettős mérce, meg stb. De ettől még a saját butaságainkat nem kell elkövetni. De van kettős mérce? Hogy látjátok ennek kapcsán? Ez egy érdekes helyzet. Pont az angolok elleni döntetlen után gondolkodtam. Ha az albánok elleni nem zár kapus, akkor az valószínűleg más a végeredmény, és akkor viszont teljesen más pozícióba várnak a folytatást. Tehát
ez roppantó kiszúrt, annak idén Egervári Sándornál volt az a románok elleni 2-2, ami szintén zárkapus volt, és a 89. percben egyenlítettek, és akkor teljesen más pozícióban várjuk a folytatást, tehát óriási jelentősége van egy zárkapunak. Nem volt szép Sterlinget dobálni valóban, de az angolok is, tehát az EB-n amilyen felkészületlenül várták a szurkolókat, az számomra elképzelhetetlen volt. Tehát ahol ilyen beléptető rendszer van, mert próbálkoztam, amikor a Vidivel játszottunk a Chelsea ellen, akkor volt Tottenham Barcelona, és mindent elkövettem, de nem tudtam bejutni. 63-szor küzdöttem a bejáratnál, mindenhol próbáltam, már mozgássérült helyen. Mi addig ittük a langyos angol sört valamelyik kocsmában, és, de igen. Mindent elkövettem, hogy a 60. percbe be tudjak jutni, a 70. percbe feladtam, de esélytelennek tűnt a bejutás. Kellett volna még 300 kopasz melléd, és akkor nem volt, tűnsz fel annyira. Nem volt helyismeretem. Ezek a profik, a helyiek, ők tudták, hogy hol lehet bemenni. Hol gyenge a kordon? Kellő fenyegetőzéssel és hatékonysággal be lehet jutni egy epszőnyegre is akár, de az biztos, hogy az angolok óriási hibákat követtek el. Most egy ismerősöm volt kint a legutóbbi meccsen, tehát itt is félelmetes volt, ahogy a szurkolói zónába jöttek a biztonságisok, de nem elég számban. A rendőrök sem volt, igazán felkészültek, kerültek a viperák, tehát itt óriási tét 70 ezer embernél, ott nagyon felkészültnek kell lenni minden tekintetben. Hát van az angolok, ráadásul tényleg a saját múltjukból tudjuk az elmúlt 20-30 évből, hogy folyamatosan tanulva gyakorlatilag az egész futballiparukat új alapra helyezték az emlékezetes helyzet, illetve a Hillsborough tragédia után. Ott azért százakban mérték az emberéleteket, és az az angol futball az már a történelem könyv, most pedig egy teljesen másról beszélünk, de valószínűleg mai napig nagyon kényesek erre, csak lehet, hogy tényleg az utóbbi években beleringatták magukat egy kényelmes állapotba, hiszen a Premier League-ben ilyen jelenetek valóban elképzelhetetlenek. A kettős mérce az annyit, hogy lehet, hogy van, és most tényleg szerintem a politikát hagyjuk, az is tény, hogy azért mi nem előzmények nélkül kaptuk ezt a legutóbbi büntetést. Tehát itt azért Budapesten már többször bezárták a stadiont, itt voltak ugye rasszista bekiabálások miatt, megnyilvánulások miatt, most az angolok elleni mérkőzésen nyilván a brit sajtó is kellően nyomás alá helyezte a döntéshozókat. Szóval azért ennek volt előzménye, az angoloknak az előző években azért ilyen balhéjuk nem volt, nagyságrendileg viszont egy Európa-bajnoki döntő és ilyen súlyú utcai zavargásokkal és stadionbeliekkel, nyilván ez is fontos, hogy lehet ezt mondani, hogy miért csak egy meccs. Amiről Tomival is beszéltük, az tényleg inkább az a belső önkritikának a különbözősége a két országban. Ha csak a sportsajtónak a reakcióit nézzük meg, mert nálunk azért én azt vettem észre, hogy erős volt a jó-jó, volt egy kisebbség, tényleg bedobáltak, na de hát a nagy többség. Tehát volt egy ilyen mentegetőző alapállás. Most elolvasod az angol sajtót, gyakorlatilag ők saját magukat és ezeket a huligánokat magukból kikelve kritizálják. Itt senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez jogos büntetés volt. Tehát azt gondolom, hogy amit mondtatok is, hogy a saját portánkon söprögetéssel kezdődik minden ilyen dolognak a megítélése. Talán annyi és ez lehet, hogy a kettős mércénél fontosabb kérdés, hogy a FIFA-nak meg az UEFA-nak meg szerintem fontos döntéseket kellene hozni. Tehát eddig az volt, hogy a politika, a közélet és semmilyen ilyen téma nem mehet be a stadionba. Ez egy elv, amihez lehet alkalmazkodni. Én úgy látom, hogy ez most, mintha megbomlani látszana, valamiben lehet véleményt formálni a világ kérdéseiről, egyéb véleményt meg nem lehet formálni a világ kérdéseiről. Ez nem jó, mert ez azt okozza, hogy az A szurkoló, meg a B, meg a C szurkoló között most mégiscsak különbségtétel van, bármilyen furcsa, de ez alakult ki. Én úgy érzem, hogy a sport az legyen sport, a sportmeccsek szóljanak a sportmeccsekről, nem kell ebbe egyéb témákat kavarni, mert ha igen, akkor nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy mi fér bele egy stadion kultúrába, és mi nem fér bele. Arról nem is beszélve, hogy a világ különböző részein, vagy akár Európán belül is a különböző országokban más lehet az a téma, ami egy adott szurkolótábornak fontos. És most itt pozitív témákról beszélek, tehát én nyilván nem arról, ami minősíthetetlen, elfogadhatatlan, és nem fér bele. Rasszizmus például az nem politikai kérdés. Nyilván az nem férhet bele. De az már kérdés, hogyha egyébként letérdelés van, akkor ez ellen egy szurkoló tiltakozhat-e azzal, hogy kitesz egy táblát, hogy ő pedig nem ért egyet a letérdeléssel. Mert akkor, ha véleménynyilvánítás szabadsága van egy adott kérdésben, akkor meg kell adni azt mindenkinek, mert ha ezt nem itt tesszük, akkor utána már senki nem fogja érteni, hogy mit szabad és mit nem, és az lesz majd lehetősége arra, hogy mérlegelhessen mindig egy ellenőrző bizottság, vagy egy ilyen szankciókat kiszabó bizottság, hogy akkor mit bírságolok, meg mit szankcionálok, meg mit nem, és abból aztán óriási viták és veszekedések lesznek. Nekem a VAR-ral is egy kicsit ez a problémám.
Értem, hogy egy játékvezetőt utólag nem kritizálunk, mert ő neki abban a pillanatban kell dönteni, de aki a vár mögött ül, annak nem abban a pillanatban kell dönteni. Ott miért nem merülhet föl egyébként, hogy értelmesen én szeretném néhány döntésnek a hátterét látni, szeretném szurkolóként megérteni, és szeretném tudni, hogy ha az ott lévő játékvezető, aki gyakorlatilag egy profi játékvezető, mert amennyi pénzt ők már keresnek bármely sportágban, az már nem arról szól, hogy oda megy a profi játékosok közé egy amatőr játékvezető, ők igenis ugyanúgy felelősséggel tartoznak, mert a tét óriási, nekik ugyanúgy már a saját tevékenységükért szerintem a nyilvánosság előtt is el kell tudniuk számolni. És ebben sem érzem a következetességet, sem az UEFA-nál, sem a FIFA-nál. Most az olyan őrült dolgokról, mint téli világbajnokság, ami szerintem megmagyarázhatatlan és botrányos. Két évenként majd. Két évente világbajnokság, 25 perces szünetek, hogy sót lehessen. Bocsánat, a foci az nem színház, én nagyon szeretem a színházat, ezért merem ezt mondani, és ma este is megyek, következő napokba is többször, de a foci meccsre nem azért megyek, hogy színházi előadást kapjak a szünetben. Hát és azt gondolom, hogy a szurkolók zöme sem. Meg nem amerikai foci. Igen, mások ezek a játékok, szerintem itt a nemzetközi szövetségek óriási szereptévesztésben vannak, és ez erre még bizony a focinál nagyon negatív következményekre is szembesülhetünk. Az a baj, hogy bármilyen döntést hoz ez a nemzetközi szövetség, és az UEFA-ról is, de leginkább a FIFA-ról beszélünk, én nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy többszörösen bebizonyosodott, tényleg dokumentáltan, igaz, hogy következmények nélkül, hogy a világ egyik legkorruptabb szervezetéről beszélünk. Mindenki tudja, hogy kerülhet Katarba egy világbajnokság, voltak ugye bebizonyosodott dolgok is. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy lehet azon vitatkozni, és én abszolút validnak is érzem a vitát, hogy mondjuk egy rasszizmus ellen tiltakozású letérdelő játékosra adott füttyös reakció, az most tárgyalási alap-e, vagy azt mondjuk, hogy a világ stadionjaihoz mindig is hozzátartozott, mert régen azt kiabálták a bírónak, hogy hülye vagy, meg három hülye, aztán jöttek a durvábbak, aztán jött a rasszizmus, tehát hogy mindig volt nézőtéri vélemény nyilvánítás, nem biztos, hogy ennek bármilyen szankció alapjául kellene, hogy szolgáljon. De hogy egy olyan szervezet bíráljon el, meg hozzon erkölcsi alapokon döntéseket, amelyik maga a korrupció, hát ott azért tényleg felmerül, hogy nem. Tehát ez nagyon nem. Minden sportági szövetségnek megvan ugyanez a korrupciós vonala. Itt a futball elképesztő üzlet. Tehát amikor azzal fenyegetett meg a FIFA egy országot, amennyiben beleszól annak a futballszövetségnek a belügyeibe, és azonnali határa kizárják őket, Fekete-Afrikában ez jellemző is volt, abban a pillanatban, hogy kormányválságok voltak. Tehát a futball kormányválságot tudott előidézni. Tehát az elmaradottabb régiókban az az ország, ahol kiment a VB-re az adott válogatott, ott legitimálta azt az adott kormányzatot. Tehát és ebből következőleg, amikor a Sepp Blattert elmozdították, a CIA, nem is értem egyébként az amerikaiak, hogy mernek beavatkozni egy svájci szállodában és elvinni embereket, 2,5 milliárd volt a kasszában. Tehát az nemzetközi szintén is elképesztő összeg, és arra valaki rátette a kezét. Tehát a futball tudja azt a hatalmi pozíciót, amit semmilyen más sportág, és nagyon sok gazdasági ágazat sem. Ezért van az, hogy döntő, hogy hol rendezik a VB-t, mikor rendezik, és ki mondja meg, hogy az adott esemény. Csak nem mindegy, hogy kinek döntő. Valahol mindig egy tök demokratikus dolog volt a stadion. Tehát tényleg ott minden véleménynek helye volt, még akkor is, hogyha nem mindig szalonképes formában. Én egyébként elítélem azt, aki kifütyüli a letérdelő játékost, mert azt gondolom, hogy neki is joga van kifejezni ezzel a gesztussal egy elv vagy de egy mozgalom melletti szimpatiáját. De ugyanígy joga van a kifütyülőnek is. Igen, ez mindig jelen volt. Ugye, hogy ezt is politikailag használják fel sokan, hogy erre ráhúzzák, hogy itt azért fütyülött ki, mert rasszist. Nem, azért, mert nem a Black Lives Matter-rel értesz egyet, hanem azt mondod, hogy All Lives Matter. Tehát, hogy nem csak a fekete élet számít, hanem minden élet számít. És ugye ez már sokkal messzebbre mutat. Én sem értek egyet, én sem térdelnék le soha. És nem szívesen nézze, amikor a kedvenc csapatom játékosai a válogatottban letérdelnek. Mert ne térdeljünk le senki előtt, emeljünk föl mindenkit. Mi most modellezzük egy stadionnak a közösséget. Én nekem nincs gondom azzal, hogy letérdelnek. Ugyanakkor azt mondom, hogy kifütyülnélek. De azt mondom, hogy mindig benne volt a stadion. Az egyik csinált valamit, a másik kifütyülte. Az egyik a zöldnek szurkolt, a másik a kéknek, és néha... Tehát, hogy önmagában ez szerintem még bele kell, hogy férjen, hogy valaki térdel, valaki fütyül. Itt a gond akkor van, mondom, mikor felsőbb hatalmat játszó végtelenül korrupt szervezetek akarnak ebbe valamilyen igazságtétele beavatkozni, de ahonnan indultunk azért a stadion bezárás, meg ezek a retorziók, ezek nem csak ebbe a kategóriába estek. Legfeljebb a megítélésünknek még adott esetben nem tesznek jót.
Egyébként maguk a szabályok viszont ebben a vonatkozásban szerintem egyértelműek voltak, tehát amikor ez megtörtént, ismerőseimnek írtam, hogy ez csak az a kérdés, hogy hány mérkőzés. És akkor nem értették. Hát mondom, gyerekek, ez van benne a szabálykönyvben, a legjobb tudomásom szerint. Nem mondom, hogy UEFA és FIFA szabálykönyveket olvasgatok, különösen nem angolul, de egyszerűen az előző évek döntéseiből ez valamilyen szinten fakadt. Tehát ezt nem kell elkövetni, de igen, viszont most szerintem összekutyulódott ez az egész kérdéskör, és szerintem ugyanez a problémakör 2-3-4 évvel ezelőtt nem jött volna elő, nem történt volna ilyen a mi stadionjainkban sem, és ezért nagyon nagy kérdés, hogy amikor engedünk egy mozgalmat elindítani a stadionon belül, akkor föl kell mérnünk, hogy ennek lesz ellenhatása, és arra egyébként mit lépünk. 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt, ezen mozgalmak előtt senkit nem bántottak volna a Puskásban egyébként. Ebben olyan biztos vagyok, mint hogy itt ülök. Ez nem azt jelenti, hogy helyes, hogy bántották, nem véletlenül kezdtem úgy, hogy először nézzünk a saját készülékünkbe, és szerintem mi követtük el a szabálytalanságokat, és azért nem néhány ember, tehát ott azért lehetett látni, hogy bizony azért ennél sajnos több volt, de mellette egyébként való igaz, hogy fantasztikus hangulat volt a stadionban, és szerintem egy alapvető tévedés a válogatott szereplésével kapcsolatban, hogy ott én meglepően láttam, hogy az egész hét arról szólt, hogy mi meg fogjuk verni az angolokat. Miért is? Amikor ott volt olyan játékos, aki a nyáron a mi multicsarnokunk bekerülési költségéért vártott klubot. És mi azt gondoltuk, hogy ott majd kimegyünk. Én ezt hallottam egyébként az újságírók is, mintha erre összökélték volna az embereket, hogy majd kimegyünk, és nekünk van esélyünk az angol válogatott ellen. Nem, nekünk nincs esélyünk az angol válogatott ellen. Akkor van, amikor nekik már egy kicsit nem számít, mi rólunk lejött a tét, mi tudjuk azt játszani, amit mi tudunk, például nem akarjuk fociban megverni az angol válogatottat, hanem egy szervezett játékot játszunk, és akkor néha kijöhet a lépés. De nekünk az albánok az a szint, amit stabilan kellene néha megverni, hozzátéve, hogy az albán kezdőcsapatban topligás játékosok játszottak, szemben az akkor mi fölálló magyar válogatottban talán volt ilyen 4 játékos összesen. Ezekben a klubokból fakadó válogatottakban nem egy Szoboszlai van, hanem az összes játékos Szoboszlai. Tehát ezek a különbségek, és ezt nem tudjuk helyre tenni, akkor mindig csalódás fog bennünket érni, mert mi kimentünk, hogy mi az angolokat, lengyeleket úgyis megelőzzük, de legalább a lengyeleket, és akkor legalább úgymond vigaszágon, hát majd kijutunk a VB-re. Nem ez a realitás. Nem ez a realitás. Ennek volt hát az előzmény. Kelejani mondta itt múlt héten, hogy azt fogadjuk el, hogy az EB, és ebben tökéletesen igaza volt, hogy a 24 csapat könnyebb azért kijutni, mint a 16-os. Az nekünk ez a reális. Már. Az, hogy Európa 13 legjobb válogatottjában benne legyünk, hát. Az... Nem, nyilván azért benne volt ebben az a felfokozott hangot. Most a magyar sportsajtóról azt tényleg beszélhetnénk, de azt most hagyjuk külön, vagy másik műsorra. Pedig te erről tudnál beszélni. Szóval. Hát, meg igen, néhányan. Szóval, hogy valóban így van ezek a különbségek, ugyanakkor tény és való, hogy mondjuk Mbappé piaci értéke nagyjából 2 magyar válogatott keretével betegszik, mégis döntetlent játszottunk a franciákkal az Európa-bajnokságon, tehát de nyilván ez a fajta lelki-érzelmi túlzások is benne voltak abban, hogy azt gondolta valaki, hogy mi majd ebből a csoportból kimegyünk az angolok előtt a VB-re. Igen, a 16 és a 24 között óriási a különbség, ezért mondtam, hogy csókoljunk kezet Michel Platininek, és az utolsó 2 EB-re csak úgy se lehet ezen, és óriási kínokárán jutottunk ki. És az EB szereplés, én most gondolkodtam ezen, nem hogy csak mázli az túl azon, hogy óriási dolog, hogy kijutottunk és ott voltunk, és az EB szereplésünket befolyásolta a teltház, mert akármilyen világsztárok ellen játszottunk, azért egy éven keresztül ők teljesen síralmas hangulatban, üres stadionok előtt játszottak, minket pedig vitt a lendület, és óriási volt, amit csináltunk, és valóban sajnos nekünk Albánia szintű, főként a kinti meccsen érzékelhető volt, hogy minden párharcot megnyertek, és ez a Broja nevű labdarúgó, ez minimum annyit tud, mint Szoboszlai Dominik. Jó, a Chelsea nevelése ez a fiú, de voltak ott még labdarúgók, akiknél ugyanolyan jó helyen volt a labda, mint nálunk, és bizonyos posztokon nálunk a védelemben érzékeltem azt, hogy ott egyszerűen jobb futballistáik vannak. Mert mindig csak egy gondolat, hogy sajnos, nem, szerintem nem sajnos, hogy Albánia mi szintünk, mert bár az a mi szintünk lenne, hogy András is utalt rá, hogy tényleg ezek a szériában meg a Premier League-ben játszanak, és ma már egy albán szerintem sokkal könnyebben eladható, még hogyha a lábát soha be nem tette mondjuk
Albánia területére, mint egy magyar, mert ez nagyon sokan tudjuk, tehát sok játékos van, aki most Svájcban, Olaszországban született, nevelkedett, és az ottani futballnak a gyümölcse, abban a válogatottban nem fér be, de tényleg sok albán van a svájci válogatottban is például. Igen, és végül ezt tényleg az az áramlem, a Laci mondta is, abszolút egyetértek vele, bár a fociban tudjuk, hogy meg a sportban ez nagyon bizonyíthatatlan, hogy ha lett volna közönség a budapesti magyar-albán meccsen, akkor talán, vagy valószínűleg más eredmény születik, és akkor más pozícióban vagyunk, meg lehet, hogy az egész hangulat, meg a válogatott megítélése is más, de éppen ezért marha nagy a felelőssége annak, aki kimegy egy válogatott, és ezt tessék átgondolni ezredszer is, és bárki, aki mellett ott van egy hülye, meg tudja fogni a kezét, le tudja pisszegni, mert amíg úgy mennek ki emberek a meccsre, hogy nem is a válogatott az első nekik, nem is a magyar futball siker, hanem a saját indulataiknak a kiélése, kivitele is, és nem megfelelő módon az artikulálása, addig nem tudunk mit csinálni. Fekete listán vagyunk, meg fogjuk kapni a következő zárt kapukat is. Ez szerintem minden szurkoló felelőssége. Miközben csak a magyar bajnokokon is látjuk, hogy mondjuk a Vidi Fradi, vagy most a Vidi Kispestnél azáltal, hogy volt két tábor, hogy kicsivel több néző volt, hogy volt hangulat a stadionban, az önmagában szerintem már emelte a mérkőzésnek az összképét, a minőségét, a játékosoknak biztos, hogy más egy ilyen millióbe játszani, mint egy üres stadion előtt, vagy egy ilyen nagyon halk, csendes mérkőzésen. Tehát az élményhez is az tartozik hozzá, hogy több néző van, az élményhez is hozzá tartozik, hogy vannak táborok, akik énekelnek, akik biztatják a saját csapatukat, és ha ez így van, akkor úgy jövünk el egy mérkőzésről, hogy na ez most egy jó két és fél órás szórakozás volt az elejétől a mérkőzésen át egészen annak a lezárásáig. Mielőtt tovább ugranánk, most még eszembe jutott még egy téma így ezzel kapcsolatban, hogy ugyanakkor viszont azután, hogy most kinyíltak a stadionok újra, és van, ahol teltház lehet, van, ahol csak félház, hogy azért az utóbbi időben viszonylag sok hír jött arról, vagy jön arról, hogy a franciáknál félbeszakadt mérkőzés, itt balhé, van, ahol a játékosok verekednek össze a pályán. Ugye a hétvégén egy portugál alacsonyabbigás mérkőzésen a rendőrnek a pisztolyát elő kellett vennie. Szlovákoknál ugye nagyon komoly balhé volt a hétvégén a Spartak Trnava Slovan Bratislava mérkőzésen. Az EB-n is nem csak nálunk volt pohárdobálás, hanem majdhogy nem valamennyi vagy a stadionban volt, hogy lehet ez a futball és a szurkoló mentességnek egy ilyen post-covid szindrómája? Hát szerintem ennek nagyon komoly történelmi és irodalma is van, hogy a mindenkori társadalmok aktuális állapota és az embereknek az aktuális hangulata hogyan jelenik meg a stadionokban. Nyilván korai lenne ezekből elemzéseket kivonni. Valószínűleg az is benne van, amit te mondasz, hogy újra meg kell tanulni, és újra nem tudom, szóval lehet, hogy valaki ilyen felfokozattan éli meg, hogy újra ott lehet a közösségben. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy tényleg van egyfajta társadalmi feszültség, elégedetlenség a világban, különböző országokban, mert azért azt mutatja a történelem, hogy ilyenek mindig akkor történnek, amikor vannak elégedetlen csoportok, és ők ott tudják artikulálni akár a haragjukat, akár az indulataikat. Szerintem kétségtelenül, hogy van a társadalomban feszültség, talán ezen másfél év után, ami alapvetően a szabadságunkban korlátozta azokat a generációkat, akik ezt már egyáltalán nem szokták meg a saját életükbe. Ez ebből is fakad, és igen, vannak pontok, ahol ezek előjönnek, nem csak a sport ilyen, zárójel nem csak a feltétlenül a foci, hiszen kosárlabdában azért verekedtek össze magyar bajnoki mérkőzésen szurkolótáborok. Egyébként sajnos még nem hallom, hogy ennek milyen következményei lesznek, zárójel bezárva, hanem ott a közösségi média felületeket érdemes olvasgatni, és mindenki látja, teljesen mindegy, hogy miről van szó, nem kell feltétlenül politikai témát keresni ehhez, egyéb társadalmi témák vonatkozásában is, hogy milyen feszültség jön ki az emberekről. Egy kicsit hasonló a két közeg a tekintetben, hogy néha úgy érzi az ember, mondjuk a Facebookon a kommenteket olvasva, hogy az emberek úgy érzik, hogy kicsit arctalanul, kicsit valami mögé bújva azt írok, amit akarok, és ahogy egyébként gondolom, és mintha néha ugyanilyen egy sportesemény, hogy az ötödik sorból azt ortibálok, amit szeretek, úgyse tudják, meg egyébként de is tudják. Nekem szabad, mert megvettem a jegyet, meg megvettem Laci, a ezért nem aktív a Facebookon, nem? Nem gerjesztesz kommenteket. Nem kell hergelni a társadalmat.
Visszatérve a szlován nagyszombati vendégjátékára, megnéztem a YouTube-on egy 50-es bejátszást, azok szimplán verekedni mentek a stadionba. Tehát a futball nem is különösebb, nem volt olyan momentum a meccsnek, ami kiváltotta volna azt a haragot, egyszer csak elindultak. Labdarúgók el, ők érkeztek a gyepszőnyegre, és indult az attak. Tehát... Lehet, hogy ez ilyen sportesemény volt. Futball és a kölvivás, vagy utcai harc. Hát kéntusa. Na jó, hát akkor egy picit másik sportág, kevésbé, bár ez sem volt túl vidám eddig. Ugye a kosarasok 2 győzelemmel és 4 vereséggel állnak, és én tudom ugye, hogy pont talán ma vagy tegnap jelent meg, de is én ma reggel láttam a Facebookon a kommentes videódat, ahol ugye a különböző kommentekre reagálsz. Ugye a kosarasoknak a Facebookjára az ember fölmegy, akkor ott előkerül a te neved, mint aki a megoldás egyik kulcsa lehet, mert hogy sokan abban látják a kosarasoknál a szereplés mienségét, hogy jelenleg ugye Balázs Imre és Simon Balázs vezetik a klubot, és akkor itt fölmerül, hogy hát itt csak te okozhatsz, vagy idézhetsz elő változást. Kint nevezel ki edzőnek adlásod. Na, ez most nagyon jó, hogy hozzátetted, mert én pont ezt nem szeretném. Tehát nem hiszem, hogy a mindenkori önkormányzatnak és a mindenkori polgármesternek lenne a feladata és különösen felelőssége, hogy edző és játékos kérdésekbe elkezdjen beleszólni, sőt, szerintem időről időre lépéseként kell haladni a tekintetben, hogy az önkormányzat egyre távolabb kerül az élsporttól. Az Európai Uniós vonatkozó szabályok ezt kötelezettségként is ránk róják, tehát nem lesz tartósan fenntartható az, hogy önkormányzatok finanszíroznak élsportot. Úgyhogy ez is abba az irányba vezet, hogy el kell kezdeni megtalálni a valódi tulajdonosokat, és a valódi tulajdonosoknak kell fölvállalni az ilyen típusú döntéseket. Csak hát nincsenek jelenleg. Így van, ez nyilván nehezebb. Szerintem érdemes figyelni, azért a magyar kosárlabdában is van-e tekintetben nagyon apró változás. Egy-két klubnál azért már van tulajdonos, és ami fontos, hogy az egyetemi kapcsolatok azok nőnek. Mondjuk a debreceni példa az egyértelműen ezt mutatja. Szerintem egy objektív tényt azért rögzítsünk, hogy már rég nem igaz az a tétel, és ez nem egy-két éve, hanem most már hosszú-hosszú évek óta, hogy itt a leggazdagabb vagy a leggazdagabb között lenne az Alba. Nincs. A költségvetési keretösszegek között egészen biztos, hogy a Szolnoknak, a Debrecennek, a Paksnak és különösen a Falkónak sokkal, de sokkal nagyobb anyagi lehetőségeik vannak. Szerintem az utóbbinak legalább a duplája a költségvetése, mind az Albának. Itt kiszön vissza az, hogy Fehérvár nagyon sokféle sportágban van benn, és bizony én nem látom, és miközben most itt ezen a helyen is szeretném biztatni a fehérvári gazdasági szereplőket, hogy álljanak mondjuk a kosárlabda a klub mellé. Itt egyébként nem feltétlenül akkora plusz pénzekkel lehetne egy minőségi előrelépést eredményezni, de ha ezt nem tesszük bele, akkor bizony sajnos marad ez a fajta szereplés. Ennél azért szerintem dacára ennek is jobban kéne szerepelni. Azt érdemes elemeznie azoknak, akiknek ez a dolga, hogy vajon most már hosszú évek óta miért nem tudunk normális külföldi játékosokat igazolni. Nekivágunk ugye 4 külföldivel most is a bajnokságnak, amiből gyakorlatilag 3 igazán használható, amiből egy gyakorlatilag mindig szinte sérült, tehát 2 külföldi játékosokkal állunk ki. Szerintem a magyar mag egyébként ehhez képest nem szerepel rosszul, azért ott van húzójátékosunk, van olyan fiatal, akit szerintem jó igazolás, szerintem a Pongo egy jó igazolás volt. A fiatalok azért lassanként szerintem egyre többet mutatnak, de ez az a sportág, ahol minőségi külföldi játékosok nélkül tartósan nem lehet jól szerepelni, és nem csak most van ezzel probléma, hanem tavaly is probléma volt, és tavaly előtt is probléma volt. Én nem vidikálnám magamnak azt, hogy értek hozzá, hogy ki tudom azt találni, hogy ki a minőségi center, akit leigazolunk, viszont látom, hogy mondjuk most egy Kecskemét úgy vert meg bennünket, hogy még mindig ott játszanak olyan játékosok, akik hosszú évek óta a Kecskemétbe játszó külföldi meghatározó játékosok. Most nekik sikerül, akkor ha nekünk nem, akkor az nem jó. De rögzítenék még egy dolgot, és legalább ennyire fontos önkormányzati szempontból, hogy a Covid helyzetet egy több 10 millió forinttal kevesebb önkormányzati támogatásból tudta kezelni az Alba. Amit ritkábban szoktunk beszélni, de a Covid az ilyen értelemben az önkormányzati bevételekre és az önkormányzat támogatási lehetőségeikre is hatást gyakorolt. És ehhez képest nincs pénzügyi költségvetési probléma ennél a klubnál, ez egy vezetési eredmény.
Tehát ez a része láthatólag jól van, a szakmai része láthatólag nincsen jól, de még egyszer nem értek a kosárlabdához, csak szeretem. Most nem úgy szerepelünk, és a most alatt én nem ezeket a heteket értem, hanem az elmúlt éveket, ahogy szerintem ennek a klubnak kell. Van ennek objektív oka, és biztos van olyan, ami viszont szerintem lehetne ilyen pénzügyi keretek, kondíciók között is változtatva jobb eredményeket elérni. De ne szerénykedj, mert már 20 évvel ezelőtt együtt voltunk szurkolói kosárlabda tornán Körmenden, amikor a kosár szurkolók fehérvári csapatában játszottunk, úgyhogy nagyon az egyes, te meg a kettes, vagy tovább? Hát nem az a kispadon, hogy nagyon jól koptattuk a kispadot, és mondjuk a Pozsdani azért kicsit jobban mutatott a pályán, és jobb teljesítményre volt képes, mint mi, de játszottunk azért pár percet. A kommentek mutatják, hogy mindenkiért valamilyen szinten hozzá, és nyilván itt is megvan az a jelenség, hogy tényleg vereség esetén mindig mindenki tudja, hogy ki a hibás, de azt gondolom, hogy hosszabb távon nézve a dolgot, és tényleg, ahogy te is mondtad, hogy évek telnek el egymás után úgy, hogy mondjuk nincs sikeres külföldi igazolás, nincs olyan eredmény, akkor szerintem azért meg lehet nézni, hogy ennek valójában mi az oka, és tény, hogy mindenhol először az edzőt szidják, esetleg a játékos szidják, és nem feltétlenül a vezetés. Én nem tudom megítélni, valóban egy önkormányzat, mint nem hivatalos tulajdonos, nem olyan tulajdonos, mint egy piaci alapon, egy gazdasági társaságban, hogy milyen jogkörökkel rendelkezik. Én szerintem ezek a szurkolók, akik kicsit elkeseredettek, vagy netán a rosszabb eset, hogy már nem érdekli őket, de még mindig vannak, akik még mindig inkább szeretnék és elkeseredettek, ők ezt várják, hogy valaki kívülről vonjon egy mérleget, és mondja azt, hogy megfelelően végzi-e a munkát az a vezetés, amelyik mondjuk 10 legutóbbi külföldiből 2 volt. Jó, egyébként ez se feltétlenül így van. Én a tavalyi szezont azért nagyon-nagyon idézőjelbe tenném. Szerintem az nem lett volna egy rossz csapat. Elképesztő körülmények voltak, tudjuk, a Covid-dal és a betegségekkel. Igen, csak tehát ott is volt, egyszer meg kell ott is volt 6 mérkőzés, amin egymás után, amin, ha jól hallom, gyakorlatilag szinte duzzogtak a külföldi játékosok, és arra 6 mérkőzésre ráment az alapszakasz vége, és gyakorlatilag arra pedig ráment a rájátszás, mert annyira viszont nem volt erős a keret, hogy idegenbe hozza a pályahátrányból fakadó nehézségeket. Hát a Vidinél tette fel ugye a Tomi a kérdés, hogy milyen légiósok jönnek ide. Én szerintem azt kell megnézni egy klubnál minden sportágban, hogy a tudás alapján akár a magyar, akár a külföldi játékosok milyen ambíciókkal kihajlandó ide érkezni. Mert ha egy olyan klub vagyunk bármilyen sportágban, amelyiknek valóban komoly ambíciói vannak, ennek megfelelő elvárásokat megfogalmazva és nyilván ellenszolgáltatásokat adva, akkor fog jönni komoly játékos, de lehet, hogy olyan játékosok, akik valóban kitűznek maguk elé nagyobb célokat, fejlődni akarnak, címekért harcolni nemzetközi, az meg olyan klubban nem megy, ahol ezt nem érzi, és szerintem ezen érdemes elgondolkozni. Én már szakembereknek kell, hogy vezetünk a szünetben, nem tudom, 26 ponttal kikapunk, aztán most vezetünk a harmadik negyedbe 10 ponttal, talán 72-62, megy a csapatnak, és onnan megfordítja az ellenfél perceken belül a mérkőzést. Azaz, ha tudtunk vezetni 26-tal, ha tudtunk vezetni 10-zel, akkor van képesség a csapatban, de ha onnan el tudjuk veszíteni, arra akkor pedig arra is van képesség, tehát ott meg valami hiány van. Hát erre mondta az George Lékensz annak idején, a 1-1-es mérkőzés után, hogy egyfajta egyensúly van a csapatban belül. Ha megnyertük volna mind a 2-t plusz 2-vel, akkor most persze kicsit máshogy. Szerintem egy jó horoglaci hiányzott. Ezek nem tudnak megfizetni. Itt érdekes, valóban itt a végjátékkal vannak problémák, mert az első megnyert Paksi meccsen is, ez a 106-104, ott is volt 2 dobásuk, nekik a végén volt egy elingszedés, volt egy a kacsa dobtál kiszorított helyzetből. Az a meccs is benne volt, hogy kikapunk végül, és megvertük nagyon simán a Nyíregyházat, akiket a többiek is megvertek, és a játékunk alapvetően úgy gondolom megvan, itt a végjátékban akadnak problémák, ez lehet edzői hiba, lehet nem kellő koncentráció, de az biztos, hogy a tavalyi szezonra visszatérve érdekes ez, hogy az a 6-os vereség sorozaton az S. Ahmad nevű center nem játszott. Jött a 6-os győzelmi sorozat, játszott. Debrecenben úgy mentünk el, hogy az elsők idegenben pálya hátrányból visszajöttünk, nyertünk, itthon magabiztosan nyertünk, és Ahmad ismét nem játszott. Az az emberre 18 pont és 10 lepattanó hiányzott a meccsekről, és az utolsó debreceni meccsen is ott volt a Vojának az itszere, amit beszokott dobni, a kislukásnak volt a triplája,
nagy valószínűséggel bedobja, és ezen múlt egy egylabdás meccsen kikaptunk, és Forrai Gábornak a fehérvári karrierre ráment, és erre mondta ő azt a végén, hogy ha ő akkor bedobják, akkor jobb edző vagyok, benn van a négyben, nem is kérdés, hogy automatikusan megy tovább a szerződése, de apróságokon múlnak, és mégis lényegi történések, hogy egy város adott sporthangulatát is befolyásolják ilyen momentumok, hogy nem is gondolna az ember, és Esalkmadra rászóltak, hogy legyen szíves játsszal, és azt mondta, hogy a karrierje a tét, a további egzisztenciája, ő nem rizikózik, mert rosszat érde. Tehát ilyen dolgokon múlnak, és az ember akkor nem is gondolja végig, csak később döbben rá, hogy tényleg itt óriási a tét, és hajszálon múlnak bizonyos helyezések, események, és emberi sorsok is. Ugye a kosarasoknak az ellentét, és akkor váltunk sportágat, a hokisok, akiknél szintén azt gondolom, hogy nem csak ugye most 10 meccsnél járunk az alapszakaszban, és ugye vezeti az osztrák hoki ligát a Hidrofehérvár AV 19, ahol meg szintén ugye nem csak ezt a 10 meccset kell nézni, meg reméljük, hogy ez egy nagyon jó szezon lesz, hanem csak ezt a szezont, hanem nyilván úgy globálisan az egészet, de most nézzük csak ezt a 10 meccset, ez most eddig nagyon-nagyon szép. És 10 meccs az nem az, hogy most akkor 4-ből 4-jel vagy 5-ből 4-jel vezeti a tabellát a Volán, hanem 10 meccs után, ami azért most még éppen nem az egynegyede, de rövidesen eljutunk oda, hogy az alapszakasz egynegyedénél az élen állhat. Hát legalábbis élő lexikonunk itt van, ő biztos, abban biztos vagyok, hogy soha nem vezette a 10. forduló után a táblázatot a Volán, de szerintem egy forduló után se. Tehát nem is tudom, volt-e olyan valahogy. De a volt pár évvel ezelőtt még Ted Sather kapcsán az első 3 meccset megnyertük. Jó, tehát a nagyon korai időszakban. Tavaly ilyenkor 3. helyen voltunk, és tavaly is kimondottan jó szezon volt, tehát nagyon jó zárt az alapszakaszt a Volán, csak később nem nagyon nyert meccset. De ez biztos, hogy ez elképesztő. Én gondolkodtam ezen, hogy az osztrákok még mindig nem játszanak olyan erős keretekkel, tehát szerintem most kezdenek majd vásárolni. Tehát ők is kíváncsiak voltak, a Covid hogy alakul. A tavalyi idényt szerintem ellopták a nagy klubok, mondván, hogy az osztrákok a klubok jövedelmének jelentős része a jegybevétel, a szponzori bevétel, a skyboxok értékesítése, és tavaly erre nem volt lehetőség, ezért szerintem egy kicsit leültetett csapatokkal mentek, ezért is érdekes az idei szezon, mert ahogy nézem, rövidesen elkezdenek vásárolni, tehát az nem létezik, hogy a csúcsklubok vannak a tabella alján, ez hosszú távon ott se tartható. Itt is rögzítsük, amit a kosárlabdánál is megtettem, hogy az első és legfontosabb eredmény, hogy a Covid időszakot pénzügyi anyagi értelemben a klub túlélte. Ez a jégkorongnál is ugyanúgy igaz, hiszen a mi esetünkben is a fehérvári jégkorongnál a bevétel egy meghatározó része a jegy- és bérletbevétel. Itt is köszönöm a szurkolóknak, hogy nagyon-nagyon megértőek voltak a klub és a klub megoldási javaslata iránt. Ez önmagában egy elkötelezettség, és egy picit most miniszponzoráció is minden egyes bérlet tulajdonos részéről, aki hagyta, hogy valamilyen megoldás szülessen erre, mert ezzel most hozzásegítette a hokiklubot, hogy túléljen, és hozzásegítette ahhoz, hogy most beszélhessünk erről a 10 mérkőzés sikersztoriáról, mert szerintem az. Én is úgy látom, hogy az osztrák csapatok fognak itt még erősíteni, de ez a csapat úgy látom, hogy eléggé egybe van, azért meghatározó magyar játékosokból álló mag van, szerintem ez mindenképpen pozitív és előremutató, és bízom benne, hogy ez sokáig fog tartani. Ugye fontos eredmény közben, hogy maga az akadémia egy kiemelt státuszt kapott, ez hosszú távon szerintem biztosítani fogja a Volánnak a helyét a magyar és a közép-európai jégkorongban, és remélem, hogy biztosítani fogja azt is, hogy lesznek fiatal magyar játékosok, akik ebből az utánpótlásból nőnek majd ki, és lesznek meghatározó játékosai a klubnak és a válogatottnak egyaránt. És egy kicsit, mintha, mivel ez egy kicsit viccesen mondom, hogy mintha maga a klub, maga a csapat is érezné, hogy el kell kezdeni olyan eredményeket letenni az asztalra, ami majd azt a kihívást meg fogja válaszolni, amit majd azt fog jelenteni, hogy nem 3000-es lesz a csarnok, hanem csak az alsó karé tekintetében 4000-es. Azaz nézőszámot kell tudni bővíteni a jégkorongnál is. Novemberben át fogjuk adni a munkaterületet, elkezdődik az építkezés, és meg lesz a csarnok. Ha meg lesz a csarnok, közben remélem, hogy a Raktár utca felújítása tekintetében is lesz lehetőség, hiszen az pedig az utánpótlásnak lesz a jövőben is egy főhadiszállása. Még egyszer, valójában nem is a fehérvárinak, hanem a dunántúli utánpótlás központjaként fog megjelenni és funkcionálni, tehát szerintem stabilizálódik az alap. Köszönöm a kiemelt támogatónak és támogatóknak, hogy ott maradtak a klub mellett.
Tehát egyrészt egy ilyen jellegű és nagyságrendű támogató nagyon kellene a kosárlabdához, tegyük hozzá, hogy versenyképes legyen igazán maga a klub is. A jégkorongnál pedig biztos vagyok benne, hogy csarnokkal együtt hát lesz még szükség a költségvetés bővítésére is, nem elfelejtve és hangsúlyozva, hogy mondjuk a stadionnál, a stadion éves üzemeltetési költségének, aminél több lesz a jégcsarnok, zárója bezárva, körülbelül a 2/3-át a Vidi, mint klub bérlőként kifizeti a város számára. Ha ez a modell lesz a jégcsarnoknál, akkor azt mindenki csak nagy szponzorral, mondjuk állami nagy támogatókkal tudja elképzelni, mivel mi nekünk is ezen dolgoznunk kell, a csapatnak meg azon kell dolgozni, hogy meglegyen a 3000 helyett a 4000, vagy a 4500, vagy esetleg sokszor a 6000-es nézőszám, ami a bevételben önmagában egy nagyon jelentős, sok 10 millió forintos nagyságrendű emelkedést tudna előidézni és eredményezni. El tud jutni oda egyébként a Volán, hogy ha nem is a stabil 6000, mert azt szerintem egy picit utopisztikus, hogy minden mérkőzésen 6000 legyen, nyilván van az a liga, meg vannak azok az ellenfelek, akik ezt vonzák, de mondjuk ez a 4000-4500, ez minden meccsen meg legyen. Én szerintem abban a 21. századi körülmény keretben, amit egy ilyen csarnok tud jelenteni, hát azt szerintem igenis ezt meg lehet teremteni, és szerintem például a focival mindenképpen szükséges lesz egy együttműködés. Én nagyon el tudom képzelni a családi szektorokat mind a két helyen, amely családi szektorokban mondjuk egynek az áráért rögtön két bérletet kap valaki. Muszáj lesz ilyen lépéseket is tenni, mert így lehet nézőszámot bővíteni mind a két helyen, ami hangulatot is növel, és a hangulatra könnyebb kivinni utána azokat, akik egyébként mondjuk egy este gondolkodnak azon, most moziba megyek el, vagy elmegyek egy labdarúgó mérkőzésre, vagy egy hoki, vagy egy kosárlabda, vagy egy kézilabda meccsre. Bevallom, én egyszer voltam összesen idegenben hoki meccsen, még egy ljubljanai meccsen, amikor ott voltunk sítáborban éppen akkor, úgyhogy nem tudom, és Laci ez biztos sokkal jobban tudja. Nagyságrendileg Fehérvárnál kisebb, vagy nem nagyon nagyobb városokkal versenyzünk ugye itt ebben a ligában, hogyha az osztrák város, hogy nyilván nem Bécs a példa, de akár Klagenfurt, Villach, Salzburg, Linz, ezek nem nagy városok. Egy 100 000-es városnak egy jégkorong csapatot mondjuk 3-4 000 nézővel azért szerintem el kell tudni. Tehát azt kell gondolni, hogy ennyien ki kell, hogy járja. Nem tudom, mekkora csarnokokban is hányan járnak Ausztriába, hiszen te mondtad, hogy a jegybevétel egyébként a legstabilabb alapja az ő gazdaságuknak. Ott azért ezekben a városokban döntően nagyon nincs más. Tehát Linzben most van jó futball, de sokáig nem volt másodosztályú, két klubban rendelkeztek, Villach egy kisváros Fehérvárhoz képest, de ott a téli síparadicsomhoz hozzátartozik, hogy napközben síelünk, este hoki meccse megyünk, tehát más a kultúrája. Mi annak nagyon örülnénk itt Fehérváron. És nem csak az András, hanem mindenkori polgármester előtt le a kalappal, ugyanis azért az a fehérvári ember, aki úgy gondolja, hogy megvan a pénzem hozzá, megvan az időm, és megvan a kedvem, azért heti 4 minőségi sporteseményt kap itt. Vitatkoztam, Veszprémben dolgoztam 10 évet annak idején, és ők augusztus 8-án elkezdték várni a november 7-et, mert akkor fogadták a Barcelonát a kézilabdázók. És addig nem történt semmi, aztán jött egy Szeged meccs, és tulajdonképpen, hogyha megérték a tavaszt, akkor egy jó szezonjuk volt a sportbarátoknak, ha nem érték meg a BL-be, akkor ment a kukába. Hát ahhoz képest Fehérváron egy elképesztő lehetőségrendszer van, és a gyerekek előtt is, hogy választhatnak a lányok, a fiúk, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kellemes helyzetben vagyunk, és ezért csak köszönet a drukkereknek is, akik tényleg megtöltik a csarnokokat, sokan vannak a stadionokban is. Én úgy gondolom, hogy új létesítmények kellenek, és itt jön a döntőérv, hogy ma már a régi Sostori stadionnal nem lehet tömeget gerjeszteni, egy óvidót annál sem, most már ott nem kell sorba állni a toaletre, a büfék is megfelelő számban, tehát a sport is most már annyira üzleti esedett el, amennyire kell, és a minőség nélkül is itt a csarnok lesz majd a döntőérv, hogy én úgy gondolom, hogy ez a 3000-ek szerintem túlzottak a jégkorongba is, tehát itt valószínűleg itt 3000 ember akkor van, amikor egy gombostűt nem lehet leejteni, de 2002-2005 az is egy nagyon szép szám. Itt a kérdés az, hogy reálisan 3800-4000 néző lehet benne jó szereplésnél, de akkor miért érdemes megnyitni a felső karét? Tehát itt valóban kell egy nagyon jó csapat. Debrecenbe átadták annak idén 20 évvel ezelőtt a Phoenix csarnokot. Női kézilabdázók átmentek, de nagyon hosszan vissza is tértek a régi csarnokba, mert nem tudták azt a nézőszámot generálni, az alsókait se tudták megtölteni. Tehát egy nagyon drága egy ilyen csarnoknak a fenntartása, ezért kell valóban jó csapat. Ha jó csapat van, van eredmény, van néző, és akkor érdemes kinyitni egy héten háromszor. Nyissuk ki egy héten háromszor, a műsort viszont
bezárjuk. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és András, remélem, hogy hamarosan ismét eljössz hozzá. Kapok meghívást, akkor bármikor is szívesen jövök. Továbbra sem én fogok dönteni a centerekről. Pedig bíztunk, hogy a Harvinről. Azt hittünk, vége lesz az adásnak, és megoldottuk, mire problémán. Hát köszönjük szépen önöknek a figyelmet. Ez volt a Kezdőkör. Maradjanak velünk a folytatásban is. Viszontlátásra! Press start.